Nyugodtan megyek nyugdíjba, mert a budafoki református egyházközség gyülekezete jó kezekbe kerül. Így fogalmazott Nagy Péter lelkész, aki 16 évnyi szolgálat után nyugdíjba vonult. Most utódját, Szász Lajost kérdezzük, ismerhetjük meg, köszöntöm a műsorban. Köszöntöm én is nagy szeretettel önt is és a nézőket. Beszéljünk egy picit arról, hogy mikor került Budafokra, honnan érkezett a kerületbe. Viszonylag messziről érkeztem a kerületbe, én Debrecenben születtem, ott a kálvinista Rómában, és ott lelkész szüleim gyermekeként nőttem fel. 18 évesen kerültem Budapestre 2006-ban, Budafokra pedig 2015-ben a gyakorlati évem elvégzésére érkeztem, tehát egy évig, mint gyakornok voltam, éppen Nagy Péter mellett, aki ezeket a kedves szavakat mondta ott, vagy pedig írta. És azóta itt vagyok 2015 óta egy 10 hónapos megszakítással, amikor Németországban ösztöndíjjal tanultam az egyik német teológiai karon. Debrecent említette, az nem fogalmazódott meg esetleg önben, hogy ott maradjon? Nem, éppen az ellentéte, tehát ez egy tudatos döntés volt. Tehát 18 éves koromig ezt úgy kell elképzelni, hogy ott a parókia kb. 100 méteres körzetében volt az általános iskola, a középiskola és a teológiai akadémia is ott lett volna, úgyhogy úgy éreztem, hogy eljött az idő, hogy döntsek, hogy egy kicsit távolabb költözök és önállósulok, és jó döntésnek is bizonyult. Tehát így visszatekintve úgy érzem, hogy jól is tettem. Tehát nagyon más a Debrecenben reformátusnak lenni, mint mondjuk Budafokon. Tehát azért én 18 éves koromig, talán ezt nehéz elhinni, de tényleg mondjuk katolikus emberrel alig-alig találkoztam, egy olyan kis elzárt református millióban éltem. Itt pedig egészen más kérdésekkel küzdik a református közösség. Milyen kihívások vannak? Hát egyáltalán az, hogy a református közösség azért, ha itt veszük tulajdonképpen 22. kerületi, vagy a fővárosi, vagy egyáltalán itt a ország nyugatibb részén élve, egy kisebbségi helyzetben él. Tehát egészen más az Debrecenben, ahol a többség, ha csak névleg is, de református, mint itt Budafokon, ahol azért egy alapvetően a városnak a képét is tulajdonképpen a katolikus múlt és jelen határozza meg. Ez így van Budapest egyéb kerületeiben is tulajdonképpen, kis kivételektől eltekintve. És ezért ez egészen más helyzet tulajdonképpen. Többet kell tennünk azért, hogy kicsit felhívjuk magunkra a figyelmet, többet kell tenni azért, minőségibbnek, színvonalasabbnak kell lenni sok tekintetben azért, hogy elérjük azt a szintet, hogy egyáltalán figyelembe vegyenek minket. Másrészt pedig különösen komoly kérdés az, hogy egy szorvány helyzetben vagyunk tulajdonképpen, ahol nagy területről, még itt azért hiába a városban, azért közel élünk egymáshoz, mégis nagy területről járnak össze egy református istentiszteletre vagy egyéb alkalomra a hívek, és azért ez komoly, akár logisztikai kérdéseket is felvet, tehát hogy ilyen szinten más azért ez, mint mondjuk egy tiszántúli tömb református vidéken. Az, hogy teológiát fog tanulni, és hogy ez lesz a hivatása, tehát hogy lelkész, az mindig egyértelmű út volt? Nem volt ennyire egyértelmű, erről hosszan lehetne beszélni. Amikor leérettségiztem, már akkor megfogalmazódott bennem, de ismét egy jó döntés, megint egy idősebb mesteremre, egy professzorra kell visszautalnom, aki segített ezeknek a döntéseknek a meghozatalában, egy öreg református néprajzos professzor, Dankó Imre Debrecenből, aki meggyőzött, hogy először ne teológiára jelentkezzek, hanem történésznek. És nagyon érdekelt, most is nagyon érdekel a történelem, úgyhogy én az ELT-n kezdtem el a tanulmányaimat. Történészként az Ötvös Kollégium hallgatója lehettem, ami egy óriási áldás volt nekem, egy tényleg kifejezetten pezsgő szellemi környezetben töltettem el ott 7 évet, a Ménesi úton, a Gellérthegy lábánál. És történészként is végeztem, ezzel párhuzamosan kezdtem el a teológiát, azóta doktori tanulmányaimat is folytatom az ELT-n, mi történész, egyháztörténettel foglalkozunk, úgyhogy ezt a kettőt így összefűzöm. Mai napig is így megy, hogyha már kicsit sok az emberekből, és úgy érzem, hogy már nem akarok többet emberekkel beszélgetni, akkor leülök a könyveim közé, elmegyek a levéltárba, és akkor egy kicsit más légkört, más levegőt szívok, és akkor ezzel pihenem ki magamat. Tehát a kettő így együtt, és ezért egy kicsit később kezdtem a teológiát, talán kicsit érettebben. És ez talán utólag mondom, ez így bölcs döntésnek tűnik. Ugye most már körülbelül 2 hónapja átvette hát az irányítást, tehát a lelkészi pozíciót Nagy Pétertől. A gyülekezet számára ugye nem volt ismeretlen, de mégis érzett valamilyen változást? Tehát hogyan fordulnak önhöz?
Tulajdonképpen erre a váltásra már készültünk viszonylag régóta. Nagy Péter egyébként is, ahogy közeledett a kötelező nyugdíjkorhatározó, készült arra, hogy nyugdíjba fog menni. Az utódot keresték, és már egy ideje szóban volt az, hogy szóba került az, hogy én leszek az utódja. Tehát készültünk erre, a gyülekezet előtt is ez egyfajta nyílt titok volt, hogy van egy ilyen terv. És akkor utána eljött a választás, amikor a gyülekezet is titkos szavazással véleményt nyilváníthatott erről. Váltás kérdése, bizonyos értelemben természetesen van váltás. Az én személyes életemben is, Nagy Péter életében is ez egy komoly váltás. Másrészt viszont én tudatosan törekedtem arra, hogy a gyülekezet életében ne legyen egy töréssel felérő váltás. Tehát ez egy szándékos döntésem volt. Tulajdonképpen lehet mondani, hogy bizonyos értelemben helyet cseréltünk. Én több, nagyobb felelősséget kaptam most, több a munkám mennyiségileg nézve is, Nagy Péter pedig leadott sok mindent, de most is jelen van a gyülekezetben, rengeteg mindenben segít engem a tanácsaival, iránymutatásával. De a gyülekezet irányvonalában jelenleg én nem terveztünk a vezetőséggel sem nagyobb változást, mert valahol hiteltelen is lett volna. Én évekig benne is voltam ebben a vezetésben, tehát ha változtattunk volna, akkor azzal valahogy nemet mondtam volna arra a munkára is, amit eddig végeztem a gyülekezetben. Tehát az alapelvekkel, az alapirányokkal és értékekkel én eddig is azonosulni tudtam, és úgy érzem, hogy ezeket most is képviselni kell. Kicsit másképp persze, egy 30 éves ember másképp képviseli ezt, mint egy 60-as éveiben járó, más hangsúlyokkal, de az alapértékek azok ugyanazok, és remélem, hogy ezeket hitelesen tudjuk képviselni a következő években is. Milyen tervei vannak egyébként? Tehát most már működik a kerületben református óvoda, általános iskola, ugye tavaly elindult a gimnázium is. Hova tovább? Fenntartani mindezt, ez nem kis kihívás, hogy tartalommal töltsük meg ezeket az intézményeket. Istennek hála, nagy bizalomnak örvendenek a református intézmények a kerületben, tehát folyamatos túljelentkezés van az óvodánkban és az általános iskolánkban is. És aki óvodánkba járt, az előszeretettel választja az általános iskolánkat is, tehát ez is mint egy feljogosított, bátorított minket arra, hogy belevágjunk a középiskola elindításába. Tehát úgy gondolom, hogy ennek van jövője, ennek a tervnek. Per pillanat a mögöttünk állnak a szülők is, egyáltalán a kerületnek a református és nem csak református lakossága. A nagy kérdés az, hogy tényleg azzal a lelki tartalommal, pedagógiai tartalommal meg tudjuk-e tölteni ezt a nagy intézményrendszert, ami óriási felelősséget ró ránk, illetve hogy mindezt a gyülekezettel hogy tudjuk kapcsolatba hozni. Tehát, hogy ez egy nem kis kihívás, hogy azért egy 350-400 lelkes gyülekezetről van szó, egy ekkora intézményrendszer tart fenn. És nem is igazából a számokról van talán szó, hanem arról a lelki minőségről, aminek meg kellene jelennie. Hogy tényleg, ha valaki belép ezekbe az intézményekbe, akár szó szerint beleszagol a levegőbe, akkor érezze, hogy itt valami másról van szó. Hogy ez egy keresztény intézmény. Nem a matematika oktatás lesz más értelemszerűen, mint egy akár önkormányzati fenntartású intézményben, hanem a légkört szeretnénk. És ez óriási munka, mert hitelességet nagyon könnyű elveszíteni, egy pillanat alatt el lehet, de amíg felépítjük, az hosszú évek munkája, úgyhogy óvatosan, lépésről lépésre haladunk, ezt tanultam Nagy Pétertől is, és ezt a hitelességet szeretnénk képviselni a kerületben továbbra is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és eredményes munkát kívánok! Köszönöm szépen!